Nem játszana nekünk valami... valami szép. Évek óta nem játszom. Nem. Pedig állítólag azért költözött ebbe a romhalmazba, hogy csak a zenének éljen. Mit akar? Mit akar? Hiányzik nekünk a muzsika. A művészet. Ideje van a szólásra, és ideje van a hallgatásra. Nagyon igaza van. Most nem szavakra van szükség, hanem fegyverre. Ezért is hoztuk ezt önnek. Nincs rá szükségem. Dehogy nem. A környéken vandálok garázdálkodnak. Környéken. Egész Európában. Évek óta. Majd mi megtisztítjuk a mocsoktól egész Európát. És akkor újra lehet művészkedni, hogy épüljön a léve. De addig résen kell lenni. Az ember manapság mindenre képes. Egy olyan világban, ahol gyerekek lopnak, rabolnak, fosztogatnak. Tényleg nem látok idegeneket a környéken? Nem láttam semmit. Biztos? Biztos. Azt mondják, a strucc is olyan, mint egy némely művészek. Fejüket bele a borba, igaz? Ja, ne haragudjon, hát ezt nem magára értettem. Ön végül is nem hagyott itt minket. Nem futott az új idők elől, mint Amerikába. Mi ezt a kitartást nagyra értékeljük. Ne gondolja, hogy nem figyelünk a mi hallgatag művészeinkre. Fölvagy úr, nincs itt senki. Hát persze. Ha esetleg látna vagy hallana valamit, vagy ha zenélni volna kedve, igen. Barátok közt, házi muzsika. Akkor értesítsen. Oda lent megtalál. Ja, és mi is megtaláljuk önt idefent. Ebben egy percig sem kételkedem. Nagyon helyes, drága művészem. Vigyázzon az zongorájára. Ez a zene. Lehet egy dal, vagy ritmus, vagy zaj, egy árva hang, egy jel. A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse adjuk fel. Mert a jó, a rossz csak szó, hogy mit jelent az folyton változó. Ám egy ismerős hang, az megmarad.